milliárd évvel dolgozott, és erre meg teszel egy kis zöldet. Kapják a jobbnál jobb ötleteket, instrukciókat a tolnai anyukák és csemetéik annak érdekében, hogy a lehető legkreatívabb adventi koszorú készüljenek a tolnai magházban tartott kézműves foglalkozáson. Itt elsősorban a természetes alapanyagok domináltak, de azért a csillogó díszek is helyet kaptak a termések és faágak mellett az asztalokon. A kertész családban is nagy jelentősége van a karácsonyi készülődésnek. Már november végén elkezdik a díszek alkotását. A kézműves foglalkozáson is mindenbe belekóstoltak. Festettek Mikulást és gipszből készült képet, továbbá kidekoráltak egy adventi koszorút is. Minden egyes ünnepi készülődésre nagy hangsúlyt fektetünk, úgyhogy folyamatosan nézzük az eseményeket, hogy éppen milyen aktuális lehetőségeink vannak, és amikor tudunk, akkor eljövünk természetesen, hogy ezzel is kellően hangolódjunk az ünnepre. Tolnán több kézműves foglalkozást tartanak az adventi időszakban a családoknak. Ezeken a rendezvényeken a dekorációk mellett ajándékokat is készítenek az alkotni vágyók. A Tolnai Városi Könyvtár meghívására érkeztünk mi, egy ilyen kis adventi készülődés zajlik éppen, ráhangolódás a karácsonyra, készülődés, adventi koszorúkat lehet készíteni, anyukák így inkább különvonulva tudnak dolgozni egy picit a gyerekekkel is, hoztunk külön munkákat, amivel ők tudnak így festegetni, Mikulásváros gipszeket készítenek, és akkor így egy kicsit talán elcsendesedve, meg zajongva készülődnek az ünnepre. Advent első vasárnapja mindig november 27-e és december 3-a közé esik. Ez a nap nem csak az adventi időszak kezdetét jelenti, hanem a keresztény egyházi év és a karácsonyi ünnepkör kezdetét is. Idén december 1-ére esik ezen periódus kezdete.